Gyalogátkelőkkel, közvilágítással bővül a pozsonyi és a zsolnai úti kereszteződés körforgalma, valamint megújul az útburkolat is. Az érintett szakaszon eddig ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, ennek véglegesítése kezdődik el csütörtökön. A körforgalom megépítése előtt én széleskörű kutatást végeztem az itt lakók körében, hogy hogy viszonyulnának egy ilyen fajta megoldáshoz. És miután ez nagyon pozitív eredménnyel szárult, megépítettünk egy ideiglenes körforgalmat, kipróbálandó, hogy hogyan fog ez működni a gyakorlatban. A statisztikák és a visszajelzések alapján ez beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy most ennek a körforgalomnak a véglegesítésére kerül majd sor. Őstör Anna Mária Nagy Zsolttal, a közlekedési iroda vezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatót, amelyen elhangzott, a terület megújítására azért volt szükség, hogy biztonságosabbá tegyék itt a közlekedést az autósok és a gyalogosok számára egyaránt. A tervek azok már régebben elkészültek, és egy ideiglenes jelleggel kipróbáltuk ezt a csomópontot, hogy működik. Úgy látjuk, hogy azóta azért a sebesség csökkent a térségben, biztonságosabb lett a közlekedés, de nagyon fontos, hogy a gyalogos közlekedést is megoldjuk ebben a térségben. Kellenek a gyalogos átkerőhelyek, így most megvalósítjuk a végleges kialakítást építési engedély szerint. A munkálatok 35 millió forintból valósulnak meg, és várhatóan május végére fejeződnek be.